Nemrég ért véget Kecskemétváros rendkívüli közgyűlése, amelyen három napirendi pontot tárgyalt a testület. A döntésekről Szemereinél Pataki Klaudia polgármester számol be. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester asszony, elsőként módosították a 2022-es költségvetést. Mi miatt volt erre szükség? Igen, hát elsősorban ugye az elmúlt közgyűlésen beszámoltunk arról a energiát érintő kérdésekről, amelyek az energia áremelkedés miatt az intézményeinket érintik, és milyen intézkedéssorozatot indítottunk el azért, hogy megfizethető és különböző megtakarításokat tudjunk eszközölni, és hogy változatlan formában működjenek az óvodáink, a bölcsödeink, a szolgáltatási területeink, amely nélkülözhetetlen az, hogy fűtés csökkentéssel vagy alacsony fűtéssel működjenek. Ezeket az intézkedéseket most számszerűsítettük, és az ehhez szükséges fedezetet biztosítottuk a jelenlegi költségvetés módosítással. Mindegy 800 millió forintot meghaladó összegben biztosítunk az utolsó negyed évre a különböző intézmények energiaszámláinak a kifizetéséhez többlettámogatást, és ezt azért tehetjük meg, mert Kecskemét gazdasága és vállalkozásai nagyon jól teljesítettek ebben az évben is. Tisztelettel és hálával tartozunk mindazért a munkáért, amit tesznek a városért. A gazdasági erőképességük is visszatükröződik, hiszen a helyi adóbevételben 1 milliárddal több adóbevétel folyt be az év végére, az utolsó hónapokra, mint amit terveztünk eredetileg a költségvetésünkben. Elhangzott a közgyűlésen, hogy 150 millió forinttal több jut a város üzemeltetési feladatokra, és ez mire fordítódik? Igen, hát azért azt gondolom, hogy látják a kedves lakók is, illetve az itt élők is, az itt közlekedő Kecskeméten, hogy most ebben az évben is, és a tavaly évben is azért nagyon sok helyen zajlanak útjárdaépítések, körforgalmak építése, közlekedési csomópontok üzembehelyezése, átalakítása. Ezt is bemutattam például a vállalkozásoknak, és említettem a közgyűlésen is, hogy az elmúlt 3 évben 4 milliárd forint értékben költöttünk saját forrásból, tehát saját forrásból, saját költségvetésből, forrásból ezekre a tételekre, és így például az útjárda keretünk is ebben az évben, amit előre terveztünk, az szűkösnek bizonyult, és így kiegészítettük a Városüzemeltetési Kft.-nek a költségeit, amit ráfordított a járdák, utak, zöld felületek és a köztisztaság területén a költségekre. 2008-ban akkor egyedülálló módon csökkentette Kecskemét városa a helyi iparűzési adót. Most ez a kedvezmény került kivezetésre a mai második napirendi pontban. Miről szól ez a döntés, és mi a háttere? Ugye elsősorban a helyi adók felülvizsgálatát azt minden évben, minden város november 30-áig teheti meg, és Kecskeméten abban a helyzetben vagyunk, mi kecskemétiek, hogy a lakosságot érintő helyi adónemeket egyáltalán nem alkalmazza a város, és nem vetett ki semmilyen lakossági és magánszemélyeket érintő adó kötelezettséget. A vállalkozások jelentős hozzájárulásának köszönhetően így az iparűzési adó és az építményadó az a két tétel, amiben most a kedvezmények kivezetését, illetve a kedvezmény mértékének a csökkentésére tettem javaslatot. Az iparűzési adó az minden nagyváros esetében 2%-on tartotta, az elmúlt években is a 2%-os mértéket alkalmazta, mi Kecskeméten az 1.6-1.8%-os mértéket alkalmaztuk, és mi is most már ráállunk a 2%-os mérték alkalmazására 2023-ban. Az építményadó esetében pedig a nagykörúton belül és a nagykörúton kívüli vállalkozásokat érintő építményeknek a négyzetméter alapú kivetett adó mértékén változtatunk. Ebben is azért nagyon nagy kedvezményeket alkalmazunk, mert a kivethető mértéknek csak a 23%-át használtuk ki idáig, és arra terheltük tovább a vállalkozásokra. Most ez a mérték fölmegy 36%-ra, tehát még mindig bőven van tartalék, lenne tartalék az emelésre, de természetesen a mértéktartó döntésre és a mértéktartó emelésre tettem javaslatot. Ez mit jelent pontosan? Országosan hogy áll Kecskemét
a helyben kivethető adók tekintetében? A helyben kivethető adók tekintetében ugye az iparűzési adóban mindenki 2%-ot használ most már, kivéve Győr még, de minden más nagyváros és közepes nagyságú város 2%-os iparűzési adó mértéket vet ki. Az építményadó tekintetében pedig már a 2000 forintos négyzetméter áron állnak a többi nagyvárosok. Mi most emelkedtünk föl az 1000 forint per négyzetméter ára, illetve a 900 forint per négyzetméter ára a nagykörúton kívüli területek esetében. Lakosságra kivethető adó, kommunális adó, ez országosan milyen gyakorlat szokott e tekintetben működni? Van, és egyre több gyakorlat van erre, és egyre többen használják, és emelnek is a mértékén. A kommunális adó az, amelyek a köztisztasági, az útépítési, járdaépítési feladatokra vethető ki a lakosság számára, vagy a tömegközlekedés finanszírozására például ilyen típusú adó. Ezeket mi mind a vállalkozási adóból finanszírozzuk most jelen pillanatban, a lakosságot nem terheltük ezekkel az adókkal. Polgármester asszony is, illetve Gála polgármester úr is említette a közgyűlésen, hogy a vállalkozókkal, vállalkozásokkal volt egy előzetes egyeztetés ebben a témában. Milyen fogadtatása volt ennek az intézkedésnek? Igen, egy nagyfokú vizsgálatot végeztünk, és számításokat végeztünk. Végignéztük a 14 ezer vállalkozásnak a jellemzőjét Kecskeméten. Azért azt is el kell mondani, hogy a 14 ezer vállalkozásból 4 ezer vállalkozás egyáltalán nem fizet adót. További 4 ezer vállalkozás az, amely a rendkívül kedvezményes kategóriába esik, és a jelentősebb tételét 5%-a fizeti a vállalkozásoknak Kecskeméten. Az iparűzési adóbevételünk 92%-át 5% vállalkozás fizeti meg, és természetesen elsősorban arra helyeztük az egyeztetés fókuszát, hogy az 5%-ba eső vállalkozásokkal, akik az adóterhely jelentősebb részét viselik, ővelük megtaláljuk a kompromisszumos megoldást, és támogassák ezt a döntésünket. De a kicsikkel is ugyanúgy egyeztettünk, beszélgettünk, a közepes vállalkozásokkal is megtörtént az érdekképviseletükkel az egyeztetés, és azt gondolom, hogy a körülményekhez képest minden vállalkozás részéről az jött vissza, hogy lokálpatriótán gondolkodnak, és fontos számukra az, hogy az ő munkavállalójuk, az ő közösségük, az ő életkörnyezetük, lakókörnyezetük, amiben élnek, az a megszokott mederben menjen tovább, és ne legyen ebben nagy felfordulás. És erre törekszünk, hogy ezt a mértéktartó politikát, amit a költségvetésben, a költségeink tekintetében már most már évtizedek óta, azt mondom, mert már több mint egy évtizede én ezért vagyok felelős ebben a városban, ezt próbáljuk tartani, és tudjuk is tartani, és ezt visszaigazolták a vállalkozások, hogy ez így zajlik ebben a városban. Az még fontos információ lehet, hogy mire fordítják a befolyt helyi adót. A helyi adónak, az emelt tételnek a legnagyobb dolga és a legnagyobb kiadási tétele, amelyben az egyensúlyt helyre kell állítani, ugye az az energiaáremelkedés. Tehát a következő évben úgy tervezzük a költségvetést, hogy háromszorosára emelkedik az energiára fordítandó költségek összege. Tehát úgy számoltuk, hogy a 800 milliós költségünk az közel 3 milliárdra emelkedik föl a következő évben, illetve a másik jelentősebb tétele a tömegközlekedés szempontjából a emelkedések és a városi szolgáltatás szempontjából, ugye a bérek, járulékok, illetve az energia és az üzemanyagárak emelkedése az, amelyeket le kell mindenféleképpen finanszírozni a következő évben. Utolsó napi rendi pontként pedig igazgatási szünetről döntött a közgyűlés. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya és hatósági ügyei életében 2022. december 22-től következő év január 6-áig elrendelhető egy kormány rendelet értelmében igazgatási szünet. Tekintettel arra, hogy azért itt a Városházának a energiaszámlái is azért elég magasak, és azért látva a kollégáknak a leterheltségét az elmúlt időszakban munka szempontjából, azt gondolom, hogy egy hosszabb szabadság mindenkinek egyrészt jól esik,
másrészt pedig így akkor az energiaköltségeken is tudunk a hivatal életében is megtakarításokat elérni, és ez idő alatt az ügyfélfogadás is, illetve a hatósági ügyintézések határideje is teljesen leáll, kitolódik, tehát felfüggesztődnek az ügyintézési határidők december 22 és január 6-a között. Mi várható még az idei évben, polgármester asszony, a képviselőtestület munkáját tekintve? Hát ugye ez a döntés, ez elengedhetetlenül feltétele volt annak, hogy össze tudjuk állítani a költségvetést, ugyanis az eredeti terv szerint én december 8-ára irányoztam elő, hogy a jövő évi költségvetését a városnak előterjesztem, és megtárgyalhatja a képviselőtestület, és hogy tudjam tartani ezt az ütemet, ezért így a fennmaradó egy hétben véglegesítjük a számokat, és december 1-ével lezárjuk a következő év, 2023-as év költségvetésének a számait, és azt december 8-án fogja még megtárgyalni a képviselőtestület. Polgármester asszony, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.